Köszöntjük a stúdióban Kós Viktória, arcjóga oktatót, és hát ugye a bőr, ahogy egyre idősödünk, akkor előre haladtával bizony az arcbőrünk elkezd megereszkedni, de tehetünk ellene. Így van, ezek a kis labdákkal, ezeket én mindig nagyon imádom. Krisztián imádja. Meg például ezt is nagyon szeretem. De most kezd is görög. De most látjátok, hoztam picike labdákat. Pingpong labdát. Pingpong labdákat, igen. Kezdjük egy arclemosással, ugye amikor gyakorolni kezdünk, arcjogázni, arctornázni kezdünk, először tiszta arc, hogy lemossuk az arcunkat, a gyönyörű modellünket. Ugye föntről, itt még nincs probléma a feszület, tehát itt még nem kezdett el megereszteni. Igen, tehát fentről, illetve alulról kifelé mozdulatokkal ugye kezdjük a dekoltásnál, hogy az arcápolásban dekoltás, nyak, arc is beletartozik, és föntről, illetve bocsánat, alulról felfelé, kifelé mozdulatokkal dolgozunk. Én most egy micellás arclemosót használok, használhatunk arctejet is, illetve habot. Micellás arclemosó az érzékeny bőrűeknek nagyon ajánlott, illetve akik is időt akarnak spórolni, mert arctej és tonik egyben. Értem. És akkor ezzel, hogyha megtisztítottuk, akkor utána még kell a hidratálás? Először egy gyakorlatot végzünk, és utána, mivel egy helyi vérbőséget fokozunk, sokkal jobb lesz a felszívódása a hatóanyagnak. Van kedvetek kipróbálni? Természetesen. Akkor én adnék, le vannak feltöltenítve a picike labdák. Megkérlek, hogy te egy ilyen nagyobb labdát választ, és akkor én a gyönyörű modellünkön megmutatom a gyakorlatot. De az volt a kérés, hogy a toka, illetve az áll száj területét dolgoztassuk meg. Azért az nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy mindig az esztétika, szépség, ráncok szempontjából közelítjük meg ezeket a gyakorlatokat. Az egészségre gyakorolt hatása sem elhanyagolható, sőt, mivel egy bizonyos idő elteltével 40-45 év fölött. Lehet közbe csinálni? Igen, bejön a csontritkulás. Mert ha labdá, igen, használ. Igen, a csontok változnak, és ezáltal ugye a koponya, az állkapocs is változik, és ezek a gyakorlatok, a száj körül, illetve az áll gyakorlatai az állkapocs területét, az állkapocs csontot is erősíti. Arra foglak kérni, hogy lazán zárd össze az ajkait. Én jó erősen rányomom, belenyomom a szájzugba. Kb. Így fogok dolgozni, mert így jobban látszik. Talán szájzugba jó erősen, zárd össze lazán az ajkaid, és próbáld meg teljes erőből feltolni mind a két szájzugot. Labdával nem segítünk, ellentartunk. Jó erősen benyomjuk szájzugot mind a kettőt, föltoljuk egészen a szemöldökünk közepéig, mintha egy ilyen álló egyenesbe vagy felkiáltó jelbe akarnánk feltolni. Jó erősen. Ja, a labda ellentartásra. Labda az ellentartásra, igen. Nem. Jó erősen. Nem, csak közben rúzsamat próbálom, nem az egész arcomon végigkenni. Igen, a sminkre azért. Mert engem nem tisztítottunk le előtte. Sminkre azért vigyázzunk, igen. És akkor ezután ezt meg tudjuk csinálni. Tízszer. És ez milyen ismétlés számmal? Tízszer? Ezt kitartjuk egy 10 másodpercig, később lehet egy 20 másodpercig, folyamatosan liftezünk felfelé, de csak szájzugot, tehát próbáljuk izolálni az izmot, utána ellazítunk, kicsit megmasszírozzuk a legjobb rész. Igen, kicsit megmasszírozzuk ezt is szintén fölfelé, megmasszírozzuk a szájzugot kifelé, befelé finoman, és ezután tehetjük föl a hidratáló krémet, illetve pihentetjük az izmot, és utána még egy sorozatot, vagy még kettőt meg tudunk ebből csinálni. Nagyon fontos, hogy az áll alatti területet, illetve az áll területét jó erősen stimuláljuk, masszírozzuk az izmot kifelé, ezt akár lehet 20-szor, 30-szor is, mert mint mondottam volt, egy idő után nem csak a csontozat, a testen lévő csontozat kezd el változni, hanem sajnos az állkapocs is sorvad, és az állkapocs, illetve a csontképző sejteket ezekkel az arcjoga gyakorlatokkal és a masszázzal. Mikor nagyon látom ennek eredményét? Tehát, hogyha például ránézek, mondjuk ezt a feleségem csinálja, ránézek, mennyi idő múlva látom, hogy ez hatott ez az arc. Arcjóga. Ez egy 2-3 hét. 2-3 hét alatt már látszik. Igen. Hát akkor érdemes lelkesnek maradni, kitartani és gyakorolni az arcjogát. Nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.